Tehát a jogszabályok hivatkozásainak automatikus felismerése volt a fókusza ennek a kutatásnak, és ahogy a Szakadát István említette, hárman dolgoztunk rajta, Szakadát István, Markovics Réka és én. De annyi az előzmény ennek a dolog, Réka jogász és logikus, István szociológus és matematikus, én kommunikációval és nyelvvel foglalkozom, és a közös érdeklődés az normákkal, társadalmi normákkal, normatív szövegekkel kapcsolatos, ez hozott minket össze, és egy ponton arra oda jutottunk, hogy normatív szövegeket szeretnénk elemezni, feldolgozni olyan módon, hogy minél plasztikusabban meg tudjuk ragadni ezeknek formális sajátosságait. Na most egy ponton ez oda vezetett, hogy jogszabályi szövegek legyenek azok a szövegek, amelyeken elkezdünk dolgozni, és nyelv iránt és norma iránt érdeklődő emberek, mi olyan szövegeket szerettünk volna, ahol világosan ott vannak a normák, hogy mit kell tenni, vagy mit lehet tenni, mit szabad tenni, és bármennyire is vonzóak a jogi szövegek, nem ezt találtuk, vagy nem egészen ezt találtuk, hanem ilyen szövegeket, ezt éppen nem tudom, melyik jogszabályból vettük ki. Az elvárásainkhoz, vagy a várakozásainkhoz képest mi a sajátosság, hogy tele vannak indexikus kifejezésekkel, designátorokkal, amelyik megjelölik az egyes szövegrészeket, más szövegrészekre való hivatkozások, és további indexikus kifejezések, mint dátumok, mozgó, vagy abszolút értem, dátumok. Ez egy bizonyos értelemben egy kicsit zavart minket ez, és az volt a kérdés, hogy hogy tudunk az ilyen szövegekből tiszta, szép, csak normatív, normákat tartalmazó szöveget előállítani. Tehát másképp fogalmazva, hogy lehet eltüntetni, zárójelezni a designátorokat, a hivatkozásokat úgy, hogy közben azért meg is őrizzük azokat az információkat, amik ott vannak. Ugye természetesen adódott az a felismerés, hogy a jogszabályi szövegekben a kapcsolódási pontok, azok a szerkezeti egységek, tehát mindig, amikor egy hivatkozás van egy másik jogszabályi helyre, az egy szerkezeti egységnek a megjelölése, nem egy szerkezeti egységen belüli mondat vagy mondatrészre való utalás. Tehát ezt kellett valahogy elérnünk, hogy ezt a hipertextuális összekötést valahogy föltárjuk. Azt mondom, hogy majdnem át fogom ugrani, ennek volt némi előzménye, tehát jogszabályi szövegekkel azért foglalkoztunk korábban is, logikai kapcsolókat kerestünk, olyan sajátos tipográfiai megoldásokat, amiket gudilistáknak neveztünk el, tehát azok a jól ismert felsorolások, amik jogszabályokban vannak, elkezdődik egy mondat, és utána bullet pontokkal látunk egy felsorolást, nem teljes mondatok, mi szerettünk volna ezekből is mondatokat csinálni, gudilisták feloldása néven ezt tettük mi. Jó, megyek tovább. Tehát ugye a szerkezeti egységek voltak azok a természetes kapcsolódási pontok, és ugye azt tudjuk jogászoknak, nyilván ez magától értetődő, nekem akkor ez nem volt olyan magától értetődő, nagyon szépen hierarchikus, rendben rendezett szövegekről van szó. Itt látható az a hierarchikus felbontás, ahogy a szerkezeti egységek kapcsolódnak egymással. Itt a színkód annyit jelent, hogy igazából a legfontosabb a szakasz, vagy paragrafus pont, és alá tartozó alárendeltek, a fölötte lévő hierarchiával nem nagyon foglalkoztunk, és úgy hiszem, hogy bizonyos esetben kisebb is a jelentősége. További szövegek, a szerkezeti egységekben foglalt szövegrészeken kívül más szövegtípusok is vannak a jogszabályokban, címek, preambulumok, mellékletek, idézetek.
ezekkel vagy foglalkoztunk, vagy figyelmen kívül hagytuk. Na most, ami, tehát az, ugye az a feladat, hogy az volt a vállalat feladatunk, hogy próbáljuk meg a designátorokat és a hivatkozásokat valahogy megtalálni, és nagy szerencsénk van ebben, hogy nagyon fegyelmezettek ezek a szövegek, nagyon szigorú tipográfia, vagy tágértem, szintaxis szerint szerveződnek minden szakasznak, minden bekezdésnek, minden pontnak, tipográfiai jól rendezett designáló formája van. Ilyen egyedi azonosítók révén egyértelmű utalásokat lehet tenni bizonyos helyekre. A magyar jogrendszerben a designáció, ez egy merev designáció, ebben nagyon szerencsések vagyunk, más jogrendszerekben időnként eltűnnek szerkezeti egységek. Nálunk, amikor változás van, például hatályon kívül kerül valamilyen jogszabályi rész, akkor még mindig ott látjuk a helyet, ahol volt az, hogyha betoldás van, akkor nem újra számozás következik, hanem egy sajátos, megint szigorú szintaxis szerint kerül be az új hely. Itt van például a betoldott elemekre, illetve üres elemeket, azt, amikor a jogtárat felütjük, látjuk, hogy van egy csomó bekezdés vagy szakasz, ami mögött nincsen tartalom, csak a számolat. Ez egy nagyon fontos eleme vagy sajátossága ezeknek a szövegeknek. Jó, na most, tehát mi a szövegeken belül a hivatkozásokat, más jogszabályi helyekre való hivatkozásokat keresünk. Néhány példát felsorolok itt, amikor egy teljes van, például egy első szakasz második bekezdésének ípontja, egy kevésbé teljes, hiszen nem látjuk azt, hogy melyik szakaszhoz tartozó az első bekezdés első pont B és C alpontja, és így tovább. És vannak olyan hivatkozások, amelyek nem a saját, nem a jogszabályon belüli másik szöveghelyre, hanem egy másik jogszabályra hivatkozik. Az utolsó előtti példa, vagy az utolsó két példa ilyen dolog. Na most, mikor ezt így áttekintettük, akkor persze megpróbáltuk valahogy tipizálni a dolgokat, és azt találtuk, hogy vannak külső hivatkozások, belső hivatkozások, vannak merev hivatkozások, amikor a designátorok, az egyes szakaszhelyek designátorai világosan ott szerepelnek, és vannak rugalmas hivatkozások, amire mindjárt majd mutatok példát. Itt az az érdekes, hogy kevésbé feszes a tipográfia, vagy kevésbé feszes a szintaktikai jellemző, ami ezeknél a hivatkozásoknál előfordul. Azután azt láttuk, hogy vannak olyan hivatkozások, amelyek egyetlen pontra, egyetlen szerkezeti egységre utalnak, és vannak olyanok, amelyek egyszerre többtől. Például, amikor A-tól C pontig akar utalni egy hivatkozás, akkor ezt megteszi. Ebben az esetben több szerkezeti egységre utal. És előfordul az is, hogy egy szerkezeti egységben több különböző hivatkozás is előfordul, akár belső, akár külső jogszabályi helyre. Jó, és akkor azt is tehát ezek a nagy típusok, és láttuk azt, hogy vannak ilyen furcsa dolgok, például olyan beágyazott hivatkozások, ahol látjuk, hogy az e-törvénynek a 2012. évi 208. törvénnyel megállapított 85 per a szakaszának első bekezdése, ez valójában két hivatkozás, az egyikben van ágyazva a másikban. Találunk példát arra, amikor nagyon furcsa, vagy nekem nagyon furcsa volt, vendégszövegek vannak jogszabályokban, illetve vannak rugalmas és biankó hivatkozások, ezekre is mondok példát. Itt van egy vendégszöveg példa, amikor egy másik jogszabály szövegét akarjuk módosítani értelemszerűen egy jogszabályban. Értelemszerűen nem a módosító jogszabály szövege, hanem a másik jogszabály, amit módosítani fog, annak a tartalma van ott. Tehát indokolt az idéző
jel, de ugye ez is előfordul. Oké, vannak rugalmas és biankó hivatkozások, akkor, amikor nincsen konkrétan megnevezve a jogszabály, csak egy jogszabály vagy jogszabályok csoportjára utal, és előfordul az is, hogy elkészül egy törvény úgy, hogy hivatkozik valami olyan jogszabályra, ami még nem készült el, például a végrehajtási rendelettel kapcsolatban. Jó, na most mit csináltunk? Fogtuk magunkat és összegyűjtöttünk néhány jogszabályt, adatbázisba rendeztük őket. Az adatbázisok úgy néztek ki, hogy egy sor tartalmazott egy szerkezeti egységet egy-egy jogszabályból, illetve címeknek, preambulumoknak, tehát egyéb szöveghelyeknek szintén egy sor felelt meg. Ez 10 000 sort jelentett, akkoriban most már előrébb tartunk, ez 6 jogszabály volt akkor. És amit csináltunk, hogy fogtuk magunkat, és kerestünk egy olyan szintaxist, egy olyan kereső szintaxist, amivel ezeket az ismertetett hivatkozásokat meg fogjuk találni. Ez az eszköz úgy hívják, hogy regex vagy reguláris kifejezés, amiről ezt most átugrom. Tehát a reguláris kifejezés az egy olyan kereső formula, amivel bizonyos szintaktikai szabályok szerint karakter sorozatokat állítunk össze, amelyek a keresés során megfelelnek stringek egy bizonyos típusú halmazának. Hogyha ez homályos, akkor mindjárt egy példa segíteni fog. Ami vonzóvá tette a reguláris kifejezést, mint módszert vagy mint eszközt, az, hogy tényleg nagyon feszes a magyar jogszabályi hivatkozás rendszer, tehát jól rá lehetett illeszteni a keresőket. Na most ugye vannak olyan kifejezések a nyelvben, nem csak jogi szövegekben, amelyek nagyon szigorú szabályokat követnek. Ha ránézünk egy szövegre, azonnal megismerjük, hol van e-mail, mert látjuk, hogy kell egy kukac, előtte van valami, utána van valami, ami utána van, ott biztos van egy pont. Tehát ugye ezt a szabályosságot követi. Hasonlóképpen telefonszámoknak, sokféleképpen írunk le telefonszámokat, de mégiscsak van egy sajátos rendje. Na ezt a mintázatot lehet megragadni a regex segítségével, úgyhogy ilyen meta kifejezéseket használunk. Itt van néhány példa, nem érdemes most nagyon belemenni, de megadhatjuk azt, hogy számokat vagy betűket keressenek, megadhatjuk azt, hogy bizonyos karaktereket, bizonyos számokat, például a második bullet pontnál az utolsó példa szögletes zárójelben azokat a kifejezéseket keresi, vagy azokat a stringeket keresik, ahol a BC betűk egymás mellett előfordulhatnak. Megadhatjuk a reguláris kifejezés eszközzel, hogy hol keresse szó elején vagy szó végén a dollárjel és a házacska vagy a tetőcske jel erre utal. Megadhatunk ismétlődéseket, azt mondjuk, hogy szeretnénk egy karaktersorozatot vagy egy karaktertípust megtalálni, ami 5-ször megismétlődik egymás után. Tehetünk választásokat, hogy találja meg ezt vagy azt az utolsó, hanem hogy találja meg az A betűket vagy a B betűket. Jó, nagyjából ez a reguláris kifejezés, egyébként sokkal bonyolultabb szintaxisa. Mondok egy példát, erre itt vannak telefonszámok, ugyanaz a telefonszám 3 különböző leírásban. Tegnap este megcsináltam egy regexet arra, hogy megtalálja bármilyen szövegben. Az e szerint, a szintaxis szerint, vagy tipográfiai elrendezés szerint szerveződő számokat. Hogyha lett volna még több időm, akkor még a szóközöket, vagy éppen ugye el is szoktuk néha választani, azt is beépítettem, ez most nem történt meg. Tehát így néz ki egy regex, egy reguláris kifejezés, és ekkor megcsináltuk azt, hogy megpróbáltuk azt a szigorú szintaxist, ami jogszabályi szövegekben van, regexre lefordítani, és ezt lefuttatni
lefuttatni az adatbázisunkon. Most néhány példát mondok, amiben gyorsan át fogok ugrani, hogy részekben hogy néz ki egy ilyen reguláris kifejezés, tehát például szakasz jelölőkre ez a jelsorozat volt a reguláris kifejezésünk, és így tovább, megyek tovább. Viszonylag nagy feladat volt, mert hogy a szigorúság ellenére is azért sokféle ez a jogszabályi hivatkozás rendszer. A végeredmény az ez lett, egy nagyon hosszú reguláris kifejezés, de ennek segítségével, amikor lefutattuk ezen a 10.000 soron, ezen az adatbázison, akkor viszonylag jó eredménnyel kaptuk vissza a megtalált hivatkozásokat. A viszonylag jó eredmény, szeretném ezt a táblázatot mutatni, amikor ilyen tesztelés van, akkor kétfajta módon mérik a pontosság és a fedés megadásával. A pontosságot pedig úgy számolják ki, hogy a ténylegesen jól megtalált elemek számát elosztják a keresés által kiválasztott, vagy a teszt által kiválasztott megtalált elemek közül a jó és a tehát jól megtalált és a rosszul megtalált, rosszul azonosítottak számát, 97,89%-os eredményt értünk el. A recordban, a fedésben, amit ott alul lát, 94%-os, ezek nagyon magas számok, tehát hogy nagyon büszkék voltunk rá. Ráadásul akkor, amikor megnéztük, hogy melyek a megtalált, de igazából nem valódi hivatkozások, akkor kiderültek, hogy nem is bennünk van a hiba. Például találtunk helyesírási hibákat, és kihagytak egy szó közt, és ezért megbolondult a kereső. Volt olyan, ahol azért volt hiba, mert a 1992. évi IRM rendelet, ami jogszabályalkotásról szól, ami előírja, hogy milyen legyen ez a szintaxis, nem volt elégséges az adott törvény megfogalmazójának, és egy viszonylag kreatív módon egy újabb szerkezeti egységtípust rakott bele a törvénybe, azt mondja, hogy ez a vagyontörvény volt. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon jó eredményt kaptunk, és még elemezhetném, hogy mik voltak a 100%-hoz hiányzó dolgok. Minden esetre, amit elértünk, hogy tényleg előállt az a szöveg típus, amit szerettünk volna, a tiszta szöveg, úgy, hogy a tiszta szöveg mellett ott volt a designátor, és ott volt az adott szöveghelyen más jogszabályi helyekre való hivatkozásnak a kódja, és ennek alapján mi össze tudtuk kapcsolni a szövegeket, és egyik, hogy nem a legfontosabb, de legkellemesebb folyamánya volt ennek a munkának, hogy ábrákat tudtunk csinálni. Mutatok néhány ábrát, ami azt a hierarchia rendszert mutatja meg egyes jogszabályokban, ahogy felépülnek a szövegek. Azt hiszem, hogy ez a BTK lehet. Annyit csináltunk, hogy az egyes körök az egyes szerkezeti szinteket jelentik, könyveket, részeket, fejezeteket, szakaszokat, és így tovább. Ez egy másik törvény, itt azért szebben látszik ez a hierarchia. Igen, egyébként szép mintázat van ebből. Igen, és mutatok egy másik ábrát, ami nem látszik olyan szépen, de tényleg ez a legszebb, hogy ez talán éppen a vagyontörvénynek, vagy a mező- és erdőgazdálkodási törvénynek a link felismerésből, tehát a hivatkozás felismerésből származó ábrája. Csak azokat a hivatkozásokat mutattuk meg, ami befelé szólnak, tehát belső hivatkozások, külső hivatkozásokkal
nem foglalkoztunk ezen a ponton, és ilyen szép álom, hát tényleg ilyen költői képek álltak elő belőle, de ez hát tényleg csak a mellékterméke a dolgoknak, amire büszkék vagyunk, hogy tényleg megtaláltuk ezeket, megtaláltuk azt az eszközt. Kicsit old school eszköz, tehát 2019-ben nem biztos, hogy ezzel kell élni, de hogy ez az eszköz nagyon hatékony volt a belső linkrendszer, belső hivatkozásrendszer feltárásában. Azt hiszem, hogy ez az utolsó ábrám. Köszönöm szépen a figyelmet.